Sziasztok srácok, itt ismét Démien, folytassuk tovább vasemberünket is. 59. lapszám jön, nézzük meg, hogy miket kaptunk ehhez a lapszámhoz. Nos, alkatrészek, műanyag alkatrészek, ez ilyen lábhátulja dolog lesz, tehát kábelek meg minden, és IP csavarok. Na, itt van a kis lépésről lépésre, instruction, nézzük, mit kell tennünk. Igazság szerint az IP csavarokra szükségünk lesz, és ezt a kettőt kell egybe csavaroznunk, és én már látom előre, hogy tovább is fogunk menni, tehát nem csak az 59. lapszámot fogjuk megcsinálni, hanem megcsináljuk már a 60-at is, ugyanis hát ez egy gyors dolog lesz. Na, azt mondja, hogy hát ezt így összeillesztettem, és akkor, ha minden igaz, innen be kell csavarni, hogy rögzítsük ezt a két elemet. Ja, így. És akkor így rögzítjük őket. Ez tényleg csak ennyi? Érdekes. Aha, ja. Csak rossz helyen akartam becsavarni, de egyébként minden oké. Aha. Úgy. Mindjárt ráhúzzuk. Egy csavar. Két csavar. Meghúzom egy kicsit, hogy fixen álljon vasemberünk lába. És akkor látjátok, igazából itt kellett rögzíteni. Hát ez volt a 59. lapszám, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Nem, megyünk tovább, megnézzük, hogy mi van a 60. lapszámhoz. Ha-pa-pam. 60. lapszám. Nézzük meg, hogy mit kaptunk ehhez a lapszámhoz. Na, amiket kaptunk, ez egy fém cucc, tehát valami fém alkatrész, csavarok, rengeteg csavar, és ilyen műanyag dolgok, hát ez is valami lábcuc. Minden esetre azt néztem, hogy elő kell készítenem ezt meg ezt a alkatrészt, és hát lássunk is hozzá akkor, hogy mit kell csinálnunk. Itt van nekünk a lépésről lépésre instruction, most már így ebben a setupban így legalább ezt is egy kicsit látjátok, már amennyire, de a lényeg az, hogy van ez a cucc, ezt egy kicsit félre rakjuk, van ez a cucc, és ezt kell nekünk rögzíteni. Hova? Várjatok, a másik oldala kell. Van ennek egy másik oldala. Ez. Ez kell nekünk. Mert nem mindegy a kettőnek, látjátok, a belseje teljesen más. Ez kell nekünk, tehát ez kell, aha, ide. Látjátok, ezt ide kell rögzíteni, nagyon jó, és ezt egy NP csavarral rögzíteni kell. NP, itt van az NP, kiveszünk egy NP csavart, ez egy ilyen galléros csavar. Furcsa, itt a vasembernél úgy adják a csavarokat, hogy minden számhoz, ami kell, mert ugye a R2D2-nál meg úgy van, hogy adják a csavarokat, és lehetséges, hogy az a későbbi lapszámban fog kelleni. Itt viszont ilyen, hát ebből a szempontból ez így könnyebb, hogy nem kell kutatni a csavarokat. Na. Csak becsavarni nem tudom őket, de hát az már egy teljesen más kérdés. Azzal ne törődjetek. Na, de csak elindult, és akkor csavar, 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 csavar. Na, ezt a galléros csavart ezt rögzítettünk, ott rögzítettem, nagyon jó. Na, mit kell csinálnunk? Kell 58. lapszám eredménye. Na, várjatok, ezt elő kell kotornom. Az elvileg ez. Aha, ez. Bár ez, ja, hát ezt is összeszereltük, csak sokat nem szereltünk rajta, de mindegy, ez is megvan. És ezt kell nekünk ide csavarni, IM csavarokkal. Itt vannak az IM csavarok.
alakul a láb, a másik láb. Na, ezeket meg nem tudom kinyitni. Na, csak sikerült. Jó, tehát ezt kell két ilyen csavarral rögzíteni. Hát nézzük. Megáll, ez így nem áll meg. Tü-tü-düm. Na. Egy. És. Kettő. Nagyon jó. Mindjárt mutatom, srácok. Durván rögzítjük a lábakat. Tehát ezt oda rögzítettem. Így néz ki most ez a lábi-lábi. Jó, akkor most kell a talp. Itt a talp. Itt a talp. És ezt kell rögzítenünk. Hova kell rögzítenünk? Ahogy ez így van. És ide. Így. Így, csak oda valami csavarokkal lapozás következik. Aha, ezt a fémalkatrészt is rá kell, és EM csavarokkal. Na, akkor EM csavarok. Ezt a pótcsavart ezt visszarakom az IM zacsiba. Így, jó. És azt mondja, hogy EM csavarokból kell nekünk 3. Na. 1, 2, 3. Tökéletes. És akkor nézzük, hogy ezt hogy kell. Tehát így rajta van. És ezt pedig így. Így. Valahogy így. Aha. Aha, így. Na jó. Jöhet a csavarozás. Na. Ez be is kapta elsőre. Nagyon jó. Második. Na itt viszont kicsit zavaró, hogy mágneses. De bekapta. Nagyon jó. És akkor a harmadik. Azt is reméljük, hogy rögtön bekapja. Elvileg igen. Elkapta. Már csak rá kell szorítani. És akkor, ha minden igaz, ezzel meg is vagyunk. Jó, és még itt is. Mert ez nagyon laza. Jó, na. Ez megvan. Ez megvan. Ezután kell, amit összeszereltük az előbb, ez a cucc, ezt kell ide. Ah, ez így rá is cuppan. Így. Na, ezeket viszont AM csavarokkal kell. AM. Hány darab AM? 3 darab AM csavarral. 3 darab AM csavart kiszedünk. Ilyenkor viszont jó, hogy mágneses a... Na, azt mondja, hogy 1, 2, 3, meg is van. Ezek ilyen nagyon mini csavarok, de megoldjuk. És akkor itt kell őket rögzítenünk. Egy. Kettő. Megvan, ezt ráhúzom már, hogyha már itt így benne vagyok a ráhúzásban, és akkor a harmadik csavar az meg oda jön. Így. Jó. Na, ráhúztuk. Ez is megvan.
Alakul ez a lábikó, alakul a lábikó. Ezután, ja, itt vannak ezek, hát ezeket csak így be kell cummantani, csak hogy. Nem mindegy, ha így kifele kell, hogy álljon, tehát így kell őket be nyomni. Látjátok? Tehát így kell őket benyomni. Hát ezt így mind a négyet egymás után. Inni. Na. Inni. Kész is. Kész is, és akkor ez még így. Hát ugye, ez meg ide. Na, srácok! Idáig jutottunk. Igen. Ez volt az 59 és a 60-as lapszám. Folytatjuk majd a lábikót. Hát ez így most már egy szép darab, főleg, hogy már van két lábunk, de innen fogjuk folytatni. Remélem tetszett, és remélem legközelebb is velem tartotok majd, amikor folytatjuk Tony Starknak ezt a fantasztikus páncélját. Addig is legyetek jók, sziasztok! Ha tetszett Damien videója, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!